Ősszel a közlekedési balesetek jó részében a gépjárművezetők nem az időjárási, látási és útviszonyoknak megfelelően vezették járműveiket. A járművezetők kötelessége a járművük őszi-téli felkészítése, valamint a saját látásuk megfelelőségének biztosítása. Melyek a legfontosabb teendők? Erről kérdeztük Tóth Évát, a karcagi rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztálya századosát. Nagyon sok minden óra kell nekik figyelni, főleg az általuk vezetett járművek műszaki állapotára. Ilyenkor le kell cserélni a nyári gumit a téli gumira, ugyanis a nyári gum már elveszti 7 Celsius fok alatt a feladatát. Oda kell figyelni az alkalmosó folyadékra, ugye azt is le kell cserélni, különben egy szép hideg reggelen be fog fagyni. Ablaktörlapát, gumiját is meg kell ellenőrizni, vagy le kell ellenőrizni, célszerű átnézni. A fékeket, illetve a világító berendezéseket, amelyek nagyon segítik a jármű láthatóságát, észrevehetőségét. Hát azt mondom ajánlom, hogyha hosszabb útra indul, mindenképp legyen nála étel-ital meleg takaró, főleg, hogyha nagyon hideg van. Tájékozódjon előtte az út informál, hogy esetleg baleset vagy bármilyen lezárás miatt torlódás alakulhat ki azon az úton, amerre ő közlekedik. Legyen nála telefon, hogyha bajba kerül, akkor tudjon segítséget hívni. Illetve a járműben legyen jégkaparó, jégoldóspré, szélvédő mosófolyadék. A télben köszöntével általában kicsit meg szokott szaporodni általában a anyagkáros balesetek száma, de utána a járművezetők hozzászoknak a megváltozott időjárás és útviszonyoknak, úgy csökken tél végére a baleseteknek a száma. Inkább anyagkáros balesetek következnek be, ugye a követés távolság bennem tartása miatt, ugye a fékek meg a gumik nem úgy működnek, mint a megszokottak nyáron, és azért hamarabb egymásnak tudnak koccani az autók. A szakember arról is szólt, hogy a megváltozott időjárási, látási és útviszonyok miatt a téli gumikat már fel kell szereltetni. De a biztonságos közlekedés érdekében az elektromos kerékpárokra vonatkozó KRESZ szabályok betartására is figyelmeztetnek a rendőrök. A sötétben a gyalogosok és kerékpárosok számára is fényvisszaverő csík vagy ruha ajánlott, látni és látszani elveknek megfelelően.